Jó estét kívánok, köszöntöm nézőinket. Ma esti műsorunkban két témáról esik majd szó. Két intézmény munkájával ismerkedhetnek meg egy kicsit részletesebben is, és talán újdonságokkal is szolgálhatunk. A hajléktalan ellátás kapcsán beszélgetünk majd a Szavária Rehab Team Kft. Munkájáról, illetve a tegnap átadott Vasi Diák Közösségi Szolgálati Iroda kapcsán szót ejtünk majd a Nyugat-Magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutatóközpontjának tevékenységéről. Ez tehát a mai kínálat, ha tehetik, tartsanak velünk. Különösen télen kerül a figyelem középpontjába a hajléktalan ellátás. A tél még ma is megmutatta karmait nekünk, de talán már közeledünk a tavasz felé, és talán már egy kicsit összegezhetjük is az elmúlt hetek, hónapok munkáját, problémáit. Erről esik szó a következőkben. Stúdiónk vendége Bújtás Edith, a Szavária Rehab Team Kft. Ügyvezetője. Kezdj csókolom. Én azt gondolom, hogy mindenek előtt a fogalmat kellene tisztáznunk. Kik is a hajléktalanok? Mit is jelent ez a fogalom? Szerintem a köztudatban nem jól élez. Hát igen, érdekes, több oldalról is meg lehet közelíteni. Rendészeti szempontból ugye mindenki hajléktalannak számít, aki lakcím nélküli, tehát nincs igazából lakcíme. Ellátási szempontból igazából hajléktalannak számítana az utcán, tehát aki kifejezetten utcán él, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségekben. Mégis ma, ha hajléktalant emlegetünk, ebbe a fogalomba beleértendők azok a személyek is, akik például a hajléktalan szálló, vagy az átmeneti szálló szolgáltatásait veszik igénybe, vagy éppenséggel, akik már a kiléptető lakásokban laknak, de még utógondozás alatt állnak. Tehát igazából akkor hagyják, vagy akkor válnak újra a társadalom tagjaivá, nem mint hajléktalan, amikor már önálló mondjuk lakhatásba kerülnek. Mennyien vannak ők Szombathelyen? Hát most így a gyűjtő, amiben hát olyan 250 fő körülbelül. Növekszik a számuk, vagy csökken? Bármelyiket el tudom képzelni. Igazából azt mondanám, hogy változik az összetétel. Tehát van, aki rövidebb időt, van, aki már régóta, ugye hajléktalan, van, aki rövidebb időre bekerül, de hamar tovább is lép, inkább cserélődnek. Tehát általában úgy marad ez a létszám. És az összetételt említette az imént, mi a jellemző, melyik korosztálynál gyakoribb, hogy hajléktalanná válik? Idősebb korban, vagy inkább a középkorosztály? Sajnos most már minden korosztályra mondható, igen. Hát mondjuk ez az utóbbi egy évre mondhatjuk azt, hogy nagyobb számba jelentek meg a fiatalok, értem ez alatt a 20-25 éves korosztályt, tehát ők nagyobb számba, eddig nem jelentkeztek ilyen számba, és hát innentől a középkorosztály 50 fölött, de hát már az idős nyugdíjas korosztályból is vannak. Mi az oka, mi lehet az oka ennek, hogy a fiatalok is egyre nagyobb számban kerülnek ilyen helyzetbe? Hát általában sajnos azok a fiatalok kerülnek ilyen helyzetbe, akik intézetbe nevelkedtek, tehát nincs család, nincs kapaszkodó, nincs mögöttük semmi, tehát nem tudnak élni azokkal a lehetőségekkel, amit a igazából kapnak, mert kapnak életkezdési támogatást, tehát önálló élethez kapnának segítséget, csak valamilyen úton, módon, ugye ahhoz azért vannak feltételek, hogy munkába kell állni, hát fenn is kell tartani a lakást, és ez úgy tűnik, hogy nem megy. Sokféle módon próbálnak önök segíteni a hajléktalanná vált embereken. Kezdjük talán a legnehezebb, bár én nem vagyok hozzáértő, de így laikusként azt gondolom, hogy a legnehezebb feladattal az utcán élő emberek megtalálásával, megnyerésével és gondozásával. Ők mennyien vannak? Hát most a legfrissebb adatokat figyelembe véve olyan 25-30-an vannak. Az nem jelenti, hogy kifejezetten az utcán, tehát amit említettem már korábban, ugye nem lakás céljáró helyiségekbe, garázsokba, vagy ilyen elhagyott épületekbe húzzák meg magukat, parkerdőbe többen élnek.
igazából nem az utcán, tehát ilyenkor télen nagyon nem, tehát nem közterületen utcán élnek. Tehát azért ilyen nincs a városban, azt gondolom, hogy már ez is eredménynek mondható. Igen, ilyenkor a téli időszakban, hát nyáron azért vannak jobban hidak alatt. Ezt tapasztaljuk. Igen, jobbra-balra, de ilyenkor azért ők az éjjeli menedékhely szolgáltatásait igénybe veszik. Éjjeli menedékhely, átmeneti szállás és a hajléktalanok otthona egy-egy ellátási forma. Elegendő a hely azok számára, akiknek igénybe kellene venni ezeket az ellátásokat, illetve a megoszlása elég jó-e ezeknek? Hát igazából mindenhol teljes teltházzal működünk. Ugye a hajléktalan otthon az kifejezetten az idős beteg hajléktalanoknak van, 26 férőhely van, hát 20-as várólista van, akik jelenleg az átmeneti szállón ugye várják azt, hogy bekerüljenek, mert sajnos más ilyen idősek otthonában nagyon a jövedelmük annyira alacsony, hogy nagyon nehéz bekerülniük. Átmeneti szálló 78 férőhelyjel egész évben teljesen nincs szinte üres ágyunk sohasem. Éjjeli menedékhely ugye 25 férőhelyes, de hát ilyenkor téli időszakban 40-50 között is alusznak benne. Működtetésre forrásokat sikerül szerezni, ez egyre nehezebb minden területen. Hát igen, ez nagyon nehéz. Hát ugye kapjuk egyrészt az állami normatívát, másrészről itt Szombathelyen az önkormányzattól is jelentős támogatást kapunk, de tényleg a harmad, sőt néha jelentősebb részét pályázati forrásokból tudjuk biztosítani. Fontos feladat, hogy az ellátását megoldják ezeknek az embereknek, a hajléktalanná vált embereknek, de legalább ilyen fontos, vagy még fontosabb feladat, amit említett beszélgetésünk elején, hogy segítsenek nekik abban, hogy visszataláljanak ők is a munkavilágába, hogy önálló életre is képessé váljanak. Milyen módszerekkel teszik ezt? Elég sokrétű tevékenység folyik ebből a szempontból is az intézményben. Igen, hát nagyon sokrétű, tehát most is van két futópályázatunk, amit említenék. A kifejezetten utcáról vittünk embereket elsőként lakhatásba, tehát azonnal végül is beillesztettük őket a társadalomba, egy lakókörnyezetbe. Hát persze ezt megelőzte azért ez egy előkészítő munka, egy hosszas előkészítő munka, 10 főt oktatásba, tehát próbálunk szakmát biztosítani nekik, jelenleg is folyik még a képzés, meg hát vannak mindenféle ilyen munkaerőpiacra felkészítő foglalkozásaink. Hát itt értem azért első az egészségi állapot felmérés, ugye házi orvosi rendelőnk van, van pszichiáterünk, addiktológusunk, tehát szinte ott magunk meg tudjuk ezeket a feladatokat oldani, hogy kinek mire van szüksége, és akkor próbálunk, segítünk, mi magunk is keressük a munkáltatókkal a kapcsolatot, és próbáljuk ott állni mögöttük, hogy érezzék a munkáltatók, hogy ott vagyunk. És vállalkozói tevékenységet is folytat az intézmény, hiszen azért asztalos műhelyük van, varróműhely, szövőműhely, ami most eszembe jutott, vagy már nincsen? Asztalos üzemünk van. Igen. A szövődá és varróműhely helyén most az intézményi foglalkoztatás működik, ami egy ugye szintén pályázattal támogatott foglalkoztatás, kifejezetten ugye a hajléktalanok részére. Az országos médiában nagyon sokat hallani a közfoglalkoztatásról, amelyet törvény szabályoz, és egyre nagyobb források állnak a rendelkezésre ezen tevékenység folytatásához, a segítéshez. Korábban városi programok is voltak, és a Szalári Reaptimnek is működtek önálló ilyen közfoglalkoztatási programjai. Ez az új törvényadta lehetőség kiváltotta a régit, vagy egymás mellett működnek most ezek? Végső soron az új működik már, ugye az új törvény értelmében. Most is folyik nálunk is téli közfoglalkoztatás. Ennek keretében 9 darab önkormányzati bérlakást újítunk fel, tehát építőipari munka folyik. Gyakorlatilag ugyanazokat a munkákat folytatják, amit annak idején elkezdtek, csak a keretek változtak, a jól bevált feladatok megmaradtak. Mennyi ember tudnak ilyen formában foglalkoztatni? Mondjuk most 7 főt foglalkoztatunk,
Ugye, mert hát erre elég is szakmunkásokat, tehát csak szakmunkás foglalkoztatás folyik most. Nyilván fontos feladat a munka világába történő visszavezetés. Az elmúlt években milyen sikerekről tudnak beszámolni? Vannak-e eredmények, biztató dolgok? Igen, hát szerencsére azért vannak, tehát akik a szállón laknak, ők tulajdonképpen ugye jövedelemmel rendelkeznek, tehát a 78 fő az dolgozik, van, aki az intézményi foglalkoztatásban, bár ott elég szűkösek a keretek, tehát nálunk, de és erről már nem is beszéltünk részletesen. Igen, egyre többen szerencsére tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon, hát ebbe nagy mértékben tudjuk őket segíteni, mert megkeressük azért a vállalkozásokat, és hála Isten, már egyre többen dolgoznak a munkaerőpiacon. És reméljük, hogy az ő számuk csak növekedni fog. Köszönöm szépen, hogy befáradt hozzánk, tájékoztatott minket mindenről, további jó munkát kívánok. Köszönjük szépen. Jelenleg még csak kísérleti jelleggel, de 2016-tól már kötelezően érettségi előtt minden diáknak közösségi munkát kell végeznie. Ennek érdekében az országon elsőként létrejött egy iroda a Nyugat-Magyarország Egyetem Szavári Egyetemi Központjának D-épületében, amelynek a fő feladata az, hogy megpróbáljon kommunikálni a szolgáltatást igénybevevők és a szolgáltatást adók között, vagyis a fogadó intézmények és a diákok között. Nézzük az összefoglalót. Az új köznevelési törvény szerint 3 év múlva már csak az tehet érettségi vizsgát, aki teljesítette az 50 órás közösségi szolgálatot. Az oktatási államtitkár szerint ez ráébreszthet a másokért végzett munka örömére, nehézségére és szépségére is. Igazi örömet, igazi tartalmat az ad az életünknek, ha másokért is tudunk tenni valamit. Ha nem csak azért kelünk föl reggel, hogy jól lakjunk, jót napozzunk, jót kiránduljunk, persze erre is szükség van, de ha minden nap csak ezt csinálnánk, egy kicsit üressé válna az életünk. Ezért amikor igazán elégedettek vagyunk, akkor amögött ott van valami olyan cselekedet, amit nem önmagunkért, nem önző önmagunkért, hanem másokért tettünk. De másokért való tenni akarás és tenni tudás az erőfeszítést is követel. A hegedű művésznek az, hogy sokat gyakorolt, aki pedig elmegy olyan szolgáltató munkára, olyan segítő munkára, ami néha fizikailag is, pszichológiailag is megerőltető, fárasztó, és mégis teszi, és másnap is teszi. Azért, mert hasznosnak érzi magát, mert tudja, hogy tett valamit embertársaért, hogy hozzárakott egy téglát ahhoz a láthatatlan nagy épülethez, amit emberi közösségnek és emberi életnek tekintünk. Az ország első közösségi irodájának feladata, hogy kapcsolatot teremtsen az iskolák és a fogadó szervezetek között. A diákoknak ez nagy segítség lehet. Személy szerint nagyon szívesen dolgoznék így a kultúra terén és a sportterén. Azt fontosnak tartom, hogy ez itt létre tudott jönni, mert ez így talán segít nekünk így betekintést látni, nyújtani a munka terén. A Nyugat-Magyarországi Egyetem rektora szerint a közösségi munka az életre nevelés része. Egy olyan egyetemnek, ahol 5 pedagógiai irányultságú kar van, 3 itt Szombathelyen, 1 Győrben és 1 Sopronban. Feltétlenül fontos az, hogy a közoktatási intézményekkel nagyon fontos kapcsolatokat és szoros kapcsolatokat kell kiépítenünk. Amikor a kapcsolat kiépítésnek a szervezetét áttekintettük, ugye van nekünk egy pedagógiai szolgáltató és kutató központunk, és van most egy új feladat, ami az iskolákban egy kötelező feladat, középiskolákban, nevezetesen az, hogy az érettségiig való eljutásig egy 50 órás kvázi olyan szociális munkát kell végezni a diákoknak, amelynek a pedagógiai alapja az, hogy rávezessék a diákokat a felnőtté válások során
azokra a munkákra és azokra az odafigyelési eszközökre, amelyekkel a hátrányos helyzetűeket, az elesetteket, a rászorultakat illeti. Természetesen még egyszer az lesz a végcél, hogy szociálisan érzékeny, segíteni akaró és segíteni kész diákokat bocsásson ki a középiskola. A Vasi Diák Közösségi Szolgálat belsikátori irodájában ketten dolgoznak majd. A közösségi munka után érdeklődők az interneten is megtalálják őket. Az iménti összeállításban az egyetem rektora említette, hogy van az intézménynek egy pedagógiai szolgáltató és kutató központja. Stúdiónk vendége ennek a központnak a főigazgatója, dr. Iker János. Köszöntöm. Jó estét kívánok. Először talán beszéljünk erről az irodáról, ami tegnap nyitotta meg kapuit az országban először. Miért vállalta fel az egyetem, hogy otthont ad ennek az irodának? Miért tartották fontosnak? Azt gondolom, hogy mind szolgáltató és kutató központ a megye összes középiskolájával, általános iskolájával, óvodájával kapcsolatban, de a felnőtt képzéssel is. És ez az új törvényi előírás, a közösségi szolgálat, az tulajdonképpen valamilyen csirában megvan a városban. Tehát nem novum ez annyira, viszont az, hogy ez jól szervezetten működjön, és 3000 diák mondjuk egyszerre tudjon egy tanév során több helyre elmenni, és ott szervezetten fogadják. A munka olyan legyen, amiben örömét leli, és hasznos. És a másik oldalon, hogy az iskolában ez adminisztráció szempontjából is jól működjön, az osztályfőnököknek ne jelentsen egy nagy terhet, hogy most van nekem 35 gyerekem, és azt hova kell eljutatnom. Tehát egy ilyenfajta közvetítést vállal az iroda a fogadóintézmények és a középiskolák között szervezéssel, szolgáltatásokkal és nyilvánvaló adminisztrációval. Mekkora az érdeklődés ez iránt, a tevékenység iránt, illetve az iroda működése iránt, főként a fogadószervezetekre lennék kíváncsi? Én azt gondolom, hogy a tegnapi iroda nyitó sok mindenre választ adott. Ott körülbelül 70-75 szervezet jelent meg, ami egy nagyon szép arány, abból a mintegy 100-120 szervezetből, amely képes ilyen munkára fogadni, és én azt látom, hogy elsősorban azok a területek érdeklődnek jobban, amelyekben a rendezvények vannak. Örömmel látjuk például a Szavária Történelmi Karneválnak a jelenkezését, mi is felvettük velük a kapcsolatot, hiszen ott több száz diák dolgozik, és mennyi jó lenne, ha ez nem fizetés, hanem ezt például közösségi szolgálatba tenné meg, és maga is részese lenne ennek a folyamatnak. De ugyanilyen érdeklődés van a szociális munka iránt, a sportrendezvények irányába, de ugyanígy a katasztrófavédelem, az egészségügy szintén érdeklődik. Nyilván ki kell alakítani azokat a protokollokat, amelyen az intézményekbe fogadni kell a diákokat, hiszen ők ott nem felnőtt önkéntes munkások, hanem diákok. Eznek nyilvánvalóan megvan a jogi, megvan a egészségvédelmi, vagy éppen balesetvédelmi szabályai, de mindenek fölött az, hogy milyen szervezettséget lát a diák. Ez egy nagy próbatétel a felnőtt társadalom. Az intézmény számára is így van. Nekünk felnőtteknek biztos. Mikor indulhat meg igazából a munka, mikor jelentkezhetnek az első eredmények? Én azt gondolom, hogy már most lehet jelentkezni, tehát a fogadóintézmények regisztrálnak, beküldik azt a listát, hogy ők mikor szeretnének diákokat fogadni, milyen munkára, hány diákot, milyen órába. Ezt az iroda munkatársai kiközvetítik az iskoláknak, és ezáltal létrejöhet a kapcsolat, és nyilvánvaló, hogy egyben arra is, hogy ez biztosan igazolt, valóságos tevékenység, nem, mint régen, hogy alá kellett írni ugye a társadalmi munkát, ez volt a legfontosabb része neki. Természetesen ezzel is vannak igazolások, amelyek letölthetők a iroda honlapjáról, és nyilvánvaló végül a törzskönyvbe összerakódik az 50 óra. Én biztos vagyok benne, hogy sok diák ennél az 50 óránál többet fog teljesíteni, aki jó helyre kerül, és talán aki ebbe a városba jött, jobban magának érzi azokat az intézményeket, jobban ismeri a várost, és talán egyetem után szívesebben jön vissza a városba. Tehát akkor még sok-sok-sok pozitívumot mondhatunk el. A forrásokról is beszélnünk kell manapság, meg pláne. Milyen forrásokból tud működni ez az iroda? Ugye a Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ úgy alakult, hogy megszűnt a Vas megyei Pedagógiai Intézet, és így először a megyével, várossal, kistérségekkel kötött szerződést szakmai és szakszolgálati tevékenységre, elsősorban nevelési tanácsadásra.
Ez fokozatosan átkerült először a MIG-hez, ugye a megyei intézményirányító központhoz, majd most a Klebersberg intézmény fenntartó központtal Budapesten kötöttünk 2 hónapos kemény tárgyalások után szerződést. Ez jelenti a bevételeinknek körülbelül az 50-60%-át. Ez a személyi béreknek körülbelül a 80%-ára elegendő. Az egy alapbiztonságot ad, de ez nem elegendő. Ehhez az összeghez még legalább 70-80 millió forint kell, hogy nem csak az az iroda, hanem a mintegy 39 fős csapat, aki szolgáltatással, kutatással, fejlesztéssel foglalkozik, hogy eznek minden hozzá szükséges eszköze meglegyen. Ezt kutatásfejlesztésből érjük el, ami azt jelenti, hogy az közoktatásban felmerülő problémákra kutatásokat folytatunk, a kutatások nyomán eszközöket fejlesztünk, és ez az eszköz egyszerre kerül be a felsőoktatásba, a tanárképzésbe, és egyszerre kerül ki a piacra. És azt gondolom, hogy nekünk ez az előnyünk, hogy összetudjuk kapcsolni a felsőoktatást egy ilyen szolgáltató-kutató tevékenységgel, és egy kicsit a piaccal is. Nagyon fontos információs bázis is a pedagógusok számára ez a központ, illetve hát fontos képzőhely, továbbképzőhely is. Igen. Az új felsőoktatási törvény előírta, hogy minden pedagógus képző intézményben tanárképző központot kell létrehozni. Ez a Nyugat-Magyarországi Egyetemen különösen fontos, hiszen 5 kar foglalkozik pedagógus képzéssel, és a kisgyermekkori neveléstől az óvó tanítóképzésen át a közismereti tanár, a művészeti szakmai tanárszakok és a felnőtt oktatás is jelen van. Így nyilván a Szombathelynek a tanárképzésben elért rangja alapján ide került a tanárképzőközpont, pedagógusképzőközpont néven, és az egy elismerés a mi szolgáltató és kutatóközpontunknak, hogy a kutatóközpont lehetett ennek a helye, és a koordinációs tanács működik, éppen hétfőn jönnek majd a 5 karról a küldöttek, és a tanárképzéssel és a pedagógus képzéssel kapcsolatos összes szakmai ügy ott kerül terítékre, és tulajdonképpen egy szakmai koordinációt lát el, és azokat a protokollokat és kutatási anyagokat juttatja el az egyes karokra, amelyeket egységesek akarunk lenni, és talán ez jelentheti majd a pedagógus képzés erősségét, ha majd lesz pedagógus életpálya modell is. Elvileg szeptembertől ez lesz, erről olvashatunk, illetve hát arról is hallani, hogy a pedagógus képzés is változni fog. Többes mellett újra a 2 szakos képzés lesz az, ami meghatározó lesz, és a képzés rendszere is átalakul, ha úgy tetszik, a régihez válik hasonlóvá. Igen. Azt gondolom, hogy ebben van egy jó dolog, hogy erősebb lesz a gyakorlati vonatkozás. Egy éves lesz a gyakorlat. Újra lesz általános és középiskolai tanárképzés, ez megosztotta a társadalmat, ami belőle jó, hogy mindkettő egyetemi végzettség lesz. Tehát nem főiskola és egyetem, hanem mind a kettő egyetemi végzettség lesz, és az első 3 év anyaga az teljes mértékben egyforma lesz. A 2 szakosság fontos, hiszen nyilvánvaló úgy tud a tantestületben megfelelően munkát vállalni, hogyha van neki 2 szak. Gondoljunk csak arra, hogyha valaki például fizika-kémia szakos tanár, mindkettő kevés óraszámú szak, hát azzal is nehéz, hát ha csak 1 szakos kémia szakos lenne például. Bár ugye a természettudományi szakok egy kicsit problémásak jelen pillanatban. Azt gondolom, hogy ehhez egy fontos tényezőt most hozzátett a kormány, hogy ez államilag finanszírozott szak lesz, és a tanár szakra jelentkező hallgatók ösztöndíjat kaphatnak. 25 és 75 ezer forintot, ezt épp a tegnap jelentette be az államtitkárasszony. Ez egy fontos momentum. Ez hívó szó lehet mindenkinek, aki valami módon kötődik ehhez a pályához, és egy biztonságot akar a képzés idejére. Nem kell például diákhitelt felvenni. Hogy látja mindez, amiről ez idáig beszéltünk, már kedvet csinálhat a fiataloknak ahhoz, hogy a pedagógus pályát válasszák, illetve hát olyan szakokat, amelyekből akár pedagógus hiány van az országban. Például természettudományok. Erre gondoltam, igen. Igen, én azt gondolom, hogy elmozdíthatja arról a helyzetről a pedagógus pálya megítélését, amiben most van.
Én azt gondolom, hogy a pedagógusok nagyon nehéz körülmények között dolgoznak, kevés fizetésért, és ezt a diákok érzékelik. Én azt gondolom, hogy ha lesz az állami finanszírozás, lesz az ösztöndíj, és lesz az életpálya modell, és másik, és jól képezünk tanárokat. Mindig azt mondom, hogy egyik oldal a társadalmi megítélés, a másik oldal, hogy mi hogyan csináljuk a tanárképzést. Mi arra esküdtünk föl ezzel a pedagógus képzőközponttal, hogy mi itt a legjobbat akarjuk csinálni, az is a neve a mi brandünk, hogy a nyugat-magyar modell, ez tulajdonképpen igazából egy szombathelyi modell, amelyik a oktatás, kutatás, szolgáltatás egységére épül, pont a mi szolgáltató és kutatóközpontunkon keresztül, nyilván a három szombathelyi karral együttműködve. Említette, hogy szombathelyi modellről van szó. Van már érdeklődés ez iránt máshonnan is? Tehát próbálják már átvenni ezeket az eredményeket, ezt a módszert mások, és felismerik ennek a jelentőségét? Hát talán azt örömmel lehet elmondani, hogy az országban két helyen alakult meg pillanatnyilag a tanárképző vagy pedagógus képző központ. Az egyik a Műszaki Egyetemen, a szakmai tanárképzésben, és a Nyugat-Magyarországi Egyetemen Szombathelyen, és épp a Magyar Rektori Konferencia Pedagógus Képző Bizottságába tettük közzé ezeket az eredményeket, és ezt a szervezetet, és számtalan helyen ezt a modellt próbálják bevezetni, illetve a pedagógiai intézeteket próbálják közelíteni a pedagógus képzéshez, tehát, hogy létrejöjjön az alapképzés, a gyakorlati képzés és a továbbképzés egységes rendszere az életpálya modellel együtt. Nagyon sok mindenről kellene még szót váltanunk, éppen belefogtunk a témába. Én nagyon fontosnak tartom a tehetséggondozást gyermekek esetében, főként bár a működő pedagógusok esetében is lehetne erről szót váltani, és ez a tehetséggondozás is nagyon fontos szerepet tölt be az önök mindennapi tevékenységében. Igen, hát ez egy kötelező elem is. Mi szervezzük a tanulmányi versenyeket. A kötelező, sokféleképpen lehet csinálni. A vasmegyei diákoknak. Azt gondolom, hogy sikerült megőrizni azt a rendszert, amely egész jól működött a 90-es évekig, és onnantól az ország több megyében bizonyos módon leépült. Vasmegyében minden versenyt megtartunk, minden versenyt díjazunk, keresünk hozzá szponzorokat, egyéb bevételekből finanszírozzuk, vagy éppenséggel nálunk lesz éppen a Zrínyi Matematika verseny eredményhirdetése március 1-én, a jövő héten. És azt gondolom, hogy azáltal, hogy ez egy helyen van, és együtt a felsőoktatással, ez egy jó irány, és azt gondolom, hogy ezt a részt erősíteni kell, már csak azért is, mert ez a pedagógusoknak is egy szakmai kifutási lehetőség, hiszen jön a életpálya modellben a kutatótanár és a másfajta címek, amelyek szintén ilyen kritériumokhoz van kötve, arról nem is beszélve, hogy a diákoknak viszont egy olyan lehetőség, amellyel a leendő pályát célozhatják meg. A már dolgozó pedagógusoknak nagyon fontos az életpálya modellen túl az is, hogy továbbképzési lehetőségeket biztosítanak, illetve hát a tudományos munkában való részvételre is lehetőségük van, akár a központon keresztül. Mit tart ezek közül a legfontosabbnak? Az első dolog az, hogy megőriztük bizonyos szempontból a szaktanácsadói rendszert, amely az országban szintén leépült. Itt nálunk körülbelül 26 szaktanácsadó dolgozik, akik a szakma elismert képviselői, és ha nem is egész évben, de bizonyos pontokon, tanév elején, tanév közben, a jó gyakorlatok terjesztésében nagyon sokat tesznek. És szeretnénk egy németországi modellt megvalósítani Magyarországon. Németországban a pedagógus továbbképzési rendszert úgy hívják, hogy Sinus modell. És ez egy olyan rendszer, amelyben önként jelentkeznek az iskolák, hálózatban működik, és a pedagógusok egymás között mutatják be jó gyakorlataikat egy kutatóintézet szakmai irányítása mellett, ami általában egyetemhez kötött. Egyébként ez a régi magyar továbbképzési rendszerhez is kapcsolódik, hiszen az én fiatal tanárkoromban továbbképzés bemutató tanítás nélkül, ha tetszik, jó gyakorlat nélkül nem volt. Sajnos az utóbbi időben terjedtek el, hogy
valaki eljön Pestről és egy pendrive-val tart továbbképzést, mi nem ezt a formát választjuk. Főigazgató úr, ezt a témát egy másik alkalommal kell folytatnunk. Nagyon érdekes, és azt gondolom, hogy érdemes lenne erről beszélni. Szívemhez közel álló témáról van szó. Köszönöm szépen, hogy befáradt hozzá. Én is köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, ennyi fért mai műsorunkban. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. További szép estét kívánok, viszontlátásra. Francia személyre szabva, a magazin műsorvezetőjét a Stíruhagyár ZRT öltözteti.